örvendek, hogy itt lehetek. Ugye karácsonyra készülünk. Gondolom mindenki már megírta a karácsonyi levelet az angyalnak, ugye? Emelje fel a kezét az, aki megírta. Lássuk, hogy hogy állunk a házi feladattal. Na hát, elég kevés kezet látok. Nagyszerű, gratulálok, aki megírta. De még hál' Istennek van időnk, ugye karácsony, még van egy pár nap. Ne felejtsük el, Jézus azt mondta, bármit kértek az én nevembe, megkapjátok. De más helyet azt írja, hogy hát ha nem kértek, akkor nem kaptok. Nem igaz? Tehát érdemes megfogalmazni a kéréseinket, és gondolom, hogy hát nem MP3-as lejátszott, meg ilyen-olyan rimmelt, meg ilyeneket kell kérni a Jóistentől, hát gondolom azt se árt, de valami komolyat. Hát én ma este szeretnék egy pár ötletet adni, hogy mi mindent lehetne kérni a Jóistentől, hogy mit rakjon a mi nemzetünk, népünk nagy karácsonyfája alá a nagy Isten, hát 2014 decemberében. Én elsősorban a gyerekeimnek, magamnak, mindannyiunknak az áldott békét szoktam kérni. Én azt látom, amikor bekerül hozzánk egy gyerek, tele van szíve félelemmel, szorongással, idegességgel. Én hiába állítom őt neki szorzótáblát tanulni, vagy bármit, nem lesz belőle semmi. Előre meg kell őt nyugtatni. Tehát valahogy az ember úgy van teremtve, hogy ha béke van a szívünkben, akkor minden sokkal egyszerűbb, tisztább, átláthatóbb és világosabb. És azt gondolom, nem csak az emberek vannak így, hanem a városok is, a népek is, mindannyiunk számára az áldott békére nagy szükség van. Ugye Ferenc pápa nemrég összehívta a világát, ugye a ferences rend előjáróit, és mondta, hogy na, tudjátok, hogy Szent Ferenc atyátoknak mi volt a jelmondata? Hát persze, hogy tudták. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol békétlenség van, oda békét tudjak vinni. Áldott békét.